Ezeket itt benn vannak tavasztól őszig, és akkor beviszem őket a folyosóra, mert ezt fűteni nem akarom. Pláne most, hogy már ilyen kevesebben, mert valamikor ez a két polc itt lenne, ezek polcok tele volt mind. A tolnai és mözsi lakosok többségének biztosan nem kell bemutatni Laszlovszky Imrét. A hamarosan 92 éves helyi férfi nagyjából a 60-as évek óta foglalkozik kaktuszokkal. Bár a növények nagy részét már leépítette, csökkentette, azért így is akad néhány darab az otthonában. 6-700 vagy még több is volt. Akkor tájban még vetettem is sokat. És amikor nyugdíjba mentem, akkor piacra vittem őket, mert akkor is mások volt. Kis helyen elférnek, lassan nőnek, tehát nem növik liva hamar sem a lakás, sem a kertet, mint mondjuk egy filodendron, amely majdnem 4 méteres leveleket hoz. És szépen, szépek a virágjai, változatos. Imre egyébként hosszú évekig volt a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tagja, és a szakmai szervezet munkájában is aktívan részt vett, többek között magelosztó volt. Részben a tagok, akiknek sok sok kaktuszuk volt és nagy volt a termés, azok ingyen felajánlották az Egyesületnek, azok ide elküldték hozzám, ezen kívül még az Egyesület is hát ilyen kuránsabb kaktusz magukat vett valahol, és akkor ez télen ki lett hirdetve, hogy milyen kaktusz magfélék vannak, és miket lehet rendelni, ugye itt voltak nálam, és akkor ki lett csomagolva. Kb. 20-25 szemmag volt egy csomagba, és akkor ezt intéztem. Nagyon sokféle van, azt meg se támlálhatnám, nem is tudom, több ezerféle is van. Mondjuk kétféle lehetne választani a kaktuszok, amelyik amerikai kontinensen vannak, meg a posgások, amelyik inkább Afrika vagy déli részen. Kezdjük ott, hogy tavasszal ki lesznek hozva, mondjuk ha valaki lakásba tartja, ha üvegházba, akkor keveset fűti. És ősz felé, vagy október vége felé, akkor meg kell szüntetni az öntözést, és akkor a tavaszig, tehát attól függ, hogyha március, április elejéig nem kapnak egy csöbb vizet se, de viszont a meleg lakás se szeretik, tehát olyan 10-15 fok körüli hőmérsékletet víz nélkül. Mert ha abban az időben viszonylag melegebb helyen van, és ott öntözik, akkor úgy jár, mint régebben a patikákban lehetett látni kaktuszokat, ami olyan jó csúcsos volt, tehát elveszíti az ő rá jellemző alakját. Van, amelyik 40 évet is, mint például itt ez a agávihez, körülbelül 40 éve vetettem, és most virágzott először és utoljára, mert utána tönkre is megy, látni van a tövén a levelek már lesárkulnak, és van, amelyik már 2-3 éves korában kezd virágozni. Ezek ilyen oszlop kaktuszok, ezek is hát ilyen érdekes. Valamikor, amikor először hozták Európába őket, Amerikából, akkor azt mondták, hogy ráragasztottak kecskeszőröket, mert hát kicsit némelyik hasonlít hozzá. Lassan növőek, ezek is már olyan, hát nem is tudom, 20 év körüliek biztos vannak. Laszlovszky Imre mözsi kertjében kivirágzott egy agavé, ezzel a növénnyel 40 éves korában történik meg ez a különleges esemény először és utoljára. A virágzás után ugyanis elpusztul, a 4 évtizede magról ültetett kaktusz áprilistól kezdve 3 hónap alatt 2 méteresen nőtt, aminek a végén láncsahegyszerű formában napról napra apró szirmok nyílnak és hervadnak. Hamarosan véget ér a folyamat, ezzel pedig a Mexikóban őshonos növény is elpusztul. Hát a kedvenc, hát asztrofirtumok, magyarul több helyen papsapkának nevezik, mert arra hasonlító alakja van, meg a turbini karpuszfélék, mert ez mind a kettő olyan, hogy egész évben virágzik, tehát nem azt mondom, hogy minden, de olyan 3-4 hetente, havonta hoz virágot, tehát az elsőt elkezdi már mondjuk májusban, és az utolsó lehet, hogy még valamikor a szeptemberben lesz. Ugyanúgy itt az üvegház előtt azon az asztalon kint, amik vannak, azok is fagyállóak,
nyáron ott kint vannak, télen itt az üvegházban van. Szabadban is kibírnák, de olyan helyen, ahol egy kicsit dombos ágyást csinálnak neki, és alul sok kőtörmelék egyéb van, hogy télen a víz az ne álljon meg a gyökereknél. Azt szoktam mondani, az a kaktusz, amik minden parasztháznál is van, a gömbkaktusz, az úgy könnyen lehet nevelni, sarjadik is, lehet csereberélni, tehát nem muszáj pont magról vetni őket. Az egyik szép a virágja is, igaz, hogy este kinyílik másnap délelőtre, hogyha napos helyen van, akkor már elhervad. Gondos ápolás, tehát nem szabad túlöntözni se, mert nem szeret, ugye a hazájába is ritkán esik az eső. Régebben volt egy illető, azt úgy olvastam én is, hogy ezt a egy gömbkaktusz félét árnyékos helyre, vagy félig napos helyre betette, és egy éven keresztül egy csöpp vizet nem adott neki, és kevés százalékkal lett kevesebb a súlya, mint egy évvel előtte. Tehát nem szabad túlöntözni őket, mert akkor berohadnak. Öntözni is, hát én úgy szoktam, hogy egyszer alaposan be lesz öntözve, hogy a gyökere is, tehát a cserép alján is eljusson a víz, és utána száradjon ki egyszer a gyökérzés, tehát kapjon levegőhöz is a gyökérzet. Laszlóczky Imre a helyi közélet ismert alakja, múltkutató, helytörténeti könyvek szerzője, munkásságáért megkapta többek között a Tolna Várost Németségért kitüntetést.